Ma hajnalban tartotta a japán jegybank a kamat döntőülését, és váratlan döntést hoztak. A betéti rátát plusz 0,1%-ról mínusz 0,1%-ra vágták. Kuroda elmondta, hogy készek akár további kamatvágásokat is végrehajtani, amennyiben a piaci körülmények ezt szükségessé teszik. A jegybank elsődleges problémája továbbra is a rendkívül alacsony infláció, mely elmarad a jegybank 2%-os célértékétől. A hírekre jelentősen gyengült a japán jen árfolyama a devizapiacon, így érdemes megnézni a grafikonokat is. Az euró jen árfolyama napi felbontású grafikonon pontosan egy csökkenő trendcsatorna felső trendvonalaig emelkedett, így a következő néhány napban eldőlhet a további irány, amennyiben nem sikerül áttörni az ellenállást, hamarosan ismét lefordulhat a jegyzés a 126-os támasz irányába. A heti felbontású grafikonon látható, hogy egy meghatározó fontosságú támasz húzódik 127-nél, alatta pedig jelentős tér látható, így amennyiben a nemzetközi hangulat ismét romlani kezd, számíthatunk a támasz ismételt tesztelésére és akár letörésére is. A dollár jen árfolyama a napi felbontású grafikonon szintén fontos ellenállási szintet érintett, nevezetesen a 200 napos mozgó átlagot, és a technikai kép alapján egyelőre nem számíthatunk rá, hogy ezt sikerül áttörni. A heti felbontású grafikonon szintén egy nagyon fontos támasz látható, 116-os szintnél, alatta pedig egy jelentős tér, tehát itt is érvényes az, hogy a nemzetközi hangulat romlása esetén akár a letörésre is felkészülhetünk.